Miyuki Ishikawa. Homaru vagy Komaru mi az, akiban található Honyu faluban született. 1914-ben Tokióba költözött, ahol 1919. szeptember 30-án szerzett szülésznői diplomát a Tokiói Birodalmi Egyetemen. Ugyanebben az évben feleségül vett a nála 3 évvel idősebb Takeshi Ishikawa, aki eredetileg Ibarakiból származott. Takeshi rendőrtiszt volt. Mivel Miyukinak korábban volt egy abortusza, a házasságból nem születhetett biológiai gyermekük. Ennek ellenére a pár felnevelt egy fiú Takeshi előző házasságából és 3 másik gyermeket fogadtak örökbe. 2 fiút és 1 lányt. Miyuki tapasztalt szülésznő volt és egy Kotobuki nevű szülőotthont vezetett és több bába egyesületében töltött be néhány fontos pozíciót. 1947 áprilisában sikertelen indult a Shinjuki várt képviselőinek megválasztásán. Az 1940-es évek végén közvetlenül a háború utáni időszakban sok csecsemő látott napvilágot. Legtöbbjük házasságon kívüli gyermek volt. Valódi anyjuk túlságosan elszegényedett ahhoz, hogy megfelelő körülmények között nevelje fel gyermekét. A nevelőszülők számának csökkenése miatt Ishikawa úgy döntött, hogy elhanyagol számos csecsemőt, akik közül sokan meghaltak ennek közvetlen következményeként. Ishikawa megpróbált meggazdagodni a gyilkosságokon. Ő is Takeshi nagy összegeket kért a szülőktől, azt állítva, hogy az kevesebb lesz, mint a nem kívánt gyermekeik felnevelésének költsége. Shiro Nakayama orvos is részt vett ebben a programban, és a halotti anyakönyvi kivonatok meghamisításával segítette a házaspárt. A csecsemők száma és a szülészeti otthonnak évente kiadott temetési engedélyek az alábbiak szerint alakultak. 1943. 8 csecsemő halt meg. 1944 24 csecsemő halt meg. 1945 34 csecsemő halt meg, egy temetési engedélyt kaptak. 1946 40 csecsemő halt meg, 24 temetési engedélyt kaptak. 1947 100 csecsemő halt meg, 53 temetési engedélyt kaptak. 1948-ban 5 csecsemő halt meg, 6 temetési engedélyt kaptak. Tehát összesen 211 csecsemő halt meg, és mindössze 84 temetési engedélyt kaptak. A 1948. január 12-én a veszedi rendőrőrség 2 rendőr véletlenül megtalálta Ishikawa 5 áldozatának maradványait. A holttesteken végzett boncolások bebizonyították, hogy nem természetes okokból haltak meg. Ishikawát és férjét január 15-én tartóztatták le. 7 csecsemő még élt az otthonba, de 2 nem sokkal később meghaltak. A további nyomozás során a rendőrség több mint 40 csecsemő hamvaira bukkant egy temetőnél, további 30 csecsemő hamvaira pedig egy templomban. A megtalált holttestek óriási száma és a gyilkosságok időtartama megnehezítette a hatóságok számára az áldozatok pontos számának meghatározását. A bíróságon az ügyészek azt állították, hogy a házaspár 1946 április és 1948 januárja között 84 haláleset közül legalább 27 csecsemőt gyilkolt meg. 1948. október 11-én a Tokiói Kerületi Bíróság a házaspárt 5 gyilkosságban találta bűnösnek, beleértve a 2 csecsemőt is, akit még életben találtak, majd nem sokkal később meghaltak. Ishikawát és férjét 8, illetve 4 év börtönbüntetésre ítélték. A
A házaspár és az ügyészek is fellebeztek az ítélet ellen október 16-ig. 1952. április 28-án a tokiói legfelsőbb bíróság Ishikawát 4 év börtönre, Takeshit pedig 2 év börtönre ítélte, és a San Franciscói szerződés végrehajtásával kegyelmet adott. A japán legfelsőbb bíróság 1953. szeptember 15-én elutasította a második fellebbezést. Mivel az áldozatok elhagyatott gyerekek voltak, Ishikawa ragaszkodott ahhoz, hogy a szülők felelősek a halálukért. Néhány ember köztük Musei Tokugawa támogatta az állítást. Ezen kívül kiderült, hogy 1948 végéig a többi 11 tokiói szülő otthon is elkövette a Kotobuki Sanuchihoz hasonló bűncselekményeket. Egy orvos, Takeshi Hayashi, és Tamayo Miyagi politikus azt szorgalmazta, hogy a japán kormánynak meg kell fontolnia az abortusz legalizálását Japánban az ilyen esetek megismétlődésének megelőzése érdekében. 1948. július 13-án megszületett a védelmi törvény, mai nevén anyatestvédelmi törvény. 1949. június 24-én Japánban a védelmi törvény értelmében legalizálták a gazdasági okokból történő abortuszt. 1969-ben interjút adott egy magazinnak Ishikawa, és azt állította, hogy ártatlan a gyilkosságokban. Büntetésének lejárta után szappant, tejszint és halat árusított. Az interjú idején Takeshi már halat volt. Ishikawa ingatlan irodát üzemeltetett Tokióban, és azzal dicsekedett, hogy 2 évvel korábban épített magának egy nagy sírt. Volt ügyvédje úgy képzelt, hogy körülbelül 100 millió jent keresett. Ishikawa neve és címe ugyanaz, mint Kotobuki Sanin 1954 és 1987 között szerepelt a telefonkönyvekben. Ezen kívül a neve is szerepelt az iparág listái, mint egy ingatlan ügynök képviselője, akinek a címe 1986 végéig ugyanaz volt, mint a Kotobuki Sanin. Egy kis érdekesség még a végére. A List 25 magazin 2021-ben a történelem leggonoszabb nőjének nevezte. Ez lett volna Miyuki Ishikawa, a csecsemőgyilkos története. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és nyugodtan iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Ne feledd a kis harangot sem, hogy első közt értesülj a legújabb videókról. Kommentben bátran írjátok le, mi a véleményetek az esetről. Továbbá légy csatornatag, ahol exkluzív tartalmakat érhetsz el, valamint élhetsz a szuperköszönet lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!